37 fellépő érkezett a Szolnoki gálára, nem csak a Tisza partjáról, hanem más megyékből is. A hazaiak szeptember óta készültek a megmérettetésre, tavaly ősszel már kialakultak a csoportok és elkezdődtek a koreográfiák kialakítása is. Nagyon ügyesek voltak az én lányaim, főként őket láttam. Amiket megbeszéltünk az edzésen, azt szerintem maradéktalanul teljesítették. Gyönyörű gyakorlatokat adtak elő, figyeltek magukra, környezetükre, igazán ügyesek voltak. A gála remek alkalmat biztosított arra, hogy a versenyzők élesben is kipróbálhassák a gyakorlatokat, az edzőknek pedig arra, hogy az elemeket árgus szemekkel figyeljék. Voltak elemek, mindig vannak, amiket csiszolni kell a verseny következő versenyre. Ezek inkább pici pontosítások, pici több gyakorlás. Noha egy hónap van az éles verseny, tehát van időnk. És itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a szülőknek, hogy segítettek, hiszen a szülők nélkül ez a mai rendezvény nem jöhetett volna létre, nagyon sokat segítettek. A versenyzőknek 10 órakor kezdődött a program, de voltak, akik jóval korábban érkeztek. A szülők mindent megtettek a gála zökkenőmentes lebonyolításáért. Reggel 7 óra óta, ugye a anyukák azok sütöttek, ilyen kis nasit a bíróknak, meg a rendezvény szervezésébe vettünk részt, magába a terem berendezésébe reggel 7 órától mostanáig, meg a visszarendezésbe is. A versenyzőknek remek alkalom volt arra, hogy szeretett sportágukban újra megmérettessék magukat, és hogy finomítsák gyakorlataikat. A passziállásnál nem mindig tudok megtartani az egyensúlyt, meg amit legjobban szeretek az időtartást. Amikor kisebb voltam, akkor is már hajlékony voltam, meg szeretek tornázni. Azért szeretem ezt a sportágat, mert szeretek tornázni, és nagyon jó volt a verseny. Idén diákolimpián indulnak az egyesület versenyzői, cél pedig a döntő, azon belül is a dobogós helyezések.